Ugye egyéni terápiával is foglalkozok, és párokat is fogadok, és amikor eljönnek a párok hozzám, időnként leülnek, kétféle páron, az egyik már az ajtóba mondja, hogy mi a baj a másikkal. A másik leül rám néz, és elkezdi magyarázni, hogy mennyire jó házassággal, és azon gondolok, akkor miért jött el? Na most akár egyik, akár másik fajta párról van szó. Azért én szeretek néha felébreszteni az emberekben egy kis zaklatottságot, és hát a kérdést, miután beszélnek 10 perce, 20 perce, mondják, hogy ez a probléma, az a probléma, ilyen a házasságunk, különben amúgy nagyon jó, csak ezt kéne megoldani, azt kéne, hogy rájuk szoktam nézni, addig hallgatok, először láttok, rájuk nézek, és azt mondom, kb. Első mondatként, és milyen gyakran szexelnek? A reakció ez, hogy ha? Most erre válaszoljunk? Tehát a legmegdöbbentőbb dolog számomra az, hogy az embereket, akik eljönnek hozzám, tudják, megnézték a honlapomon, hogy igen, ezzel is foglalkozom. Ezeket az embereket, ha valamivel lehet sokkolni, az az, hogy hát akkor beszéljünk a szexről. Édesapám, láttam, hogy kint árulják a könyvét Kis Ferenc professzor úrról, ő írt azt a kis könyvet, meg is lepődtem, ritkán látok édesapa könyvet. Neurológus és pszichiáter volt. És amikor Franciaországban éltünk, ő egyszer hazajött éjszakai ügyeletről, és elmesélte nekünk, hogy benn volt egy agydaganatos koraszülöttnél, akinél nagyon rossz életjelek voltak. És ahogy a inkubátor mellett állt, és elvégezte a vizsgálatokat, kezeléseket, meg a többit, amit egy csecsemővel kell csinálni, aki ilyen állapotban van, mikor végzett az orvosi munkájával, azt mondta nekünk otthon, hogy nem állhattam meg, hogy ne nyúljak be megsimogatni. Igen, édesapám, a 9 gyermekes apa, nem állhatta meg, hogy ne nyúljon be az inkubátorba haldoklónak egy életszeretetet, egy szeretet érintést adni. És azt mondta, hogy abban a pillanatban, amíg előtte a keze, mint orvos matatott, ugyanaz a kéz, amikor megsimogatta, mint gyermeket, megváltoztak az életjelek. Megváltozott az agyműködés diagramja, megváltozott az EKG-ja. Soha nem fogom elfelejteni. 16 éves volt, amikor ezt mesélte, de örökre benne maradt. Ez az érintés, hogy egy magánál, nem tudatánál levő csecsemő szívhangja, szívmozgása, agyműködése ugyanattól a kéztől megváltozik, csak azért, mert most nem az orvos, hanem a szerető apa. És mi ezeket az érintéseket újra és újra megfosztjuk a másiktól. Ha igazán jó aktust akarunk, ez előfeltétele annak. A nők is vágynak az érintésre, nagyon is. Különösen arra, hogy újra meg újra megtapasztalhassák, hogy van olyan érintés, ami semmi más nem jelent, csak azt, hogy szeretlek. Hogy jó, hogy vagy, hogy rácsodálkozom, hogy gyönyörködöm benned. Mert nagyon sokszor, amikor a férfiak ezen átrohannak, akkor azt tanítják meg a feleségüknek, hogy csak akkor szerettek, ha van következménye. És ettől a nők befeszülnek. De megfordítom a másik oldalt is. Nem tudom, hogy az itt levő feleségek közül hányan tudják, hogy a férfiaknak a legalapvetőbb szeretet nyelve az érintés. Nem a szex, az érintés. Sokkal inkább, mint a nőknél. Hosszú évek óta tesztelem ezt. Meg szoktam kérdezni, ismerjük a Gary Chapman öt szeretett nyelvét. Hosszú évek óta a pároknál szoktam mondani, na, mi a szeretett nyelve? Én oda leírom magamnak. És mit mondanak? Bingo, emőke. És mindig az van, miért nem lehet ilyenre lottozni? Robotokká váltunk. Élünk, hogy leéljük a házasságunkat, a családunkat, a munkánkat. De Isten minket nem így alkotott meg. Azért jöttem, hogy életünk legyen, és bővölködjenek. Isten eredeti terve az volt, hogy élvezzétek. Nektek adtam ezt a világot,
az életet, egymást. Ehhez képest a mi válaszunk, hogy igen, de ezt még el kell intéznem. Ezért nincs helye a spontaneitásnak. Csak olyan fájdalmas az, amikor évek telnek el, és évtizedek, és valaki eljön hozzám, és zokogva azt mondja nekem, mindig vártuk, hogy majd élni fogunk, de már késő. Karácsony előtt egy párnak azt mondtam, annyira szeretnék segíteni a házasságukon. Én azt, mint szakember, most megakadtam, de egyetlen egyike jut eszembe. Egymást különnek tartsátok. Törekedjenek arra, hogy a másikat különnek lássuk önmagunknál. Elmosolyodott az egyikük, rám nézett és csak nevetett. Nem értettem, mondom, mi ez a vicc? Egy évvel ezelőtt karácsonykor emlékeim, ugyanezt mondta. Először mosolyogtam, aztán az volt bennem, és mondtam is neki. És azóta még mindig ott tartunk, hogy ezt megint el kellett mondanom. Mennyire viccesnek találja, hogy egy év nem volt elég ezt megtanulni. Magunktól egy élet sem elég ezt megtanulni. De az ige úgy kezdődik, hogy Jézus magát nem tartotta különnek. Istennek nem degradált emberré lenni. Azért, hogy azt mondja az embernek, hogy figyelj, marhára szeretlek. Annyira szeretlek, hogy az életemet adom érted. Ez a szerelem. Olykor már semmi nem számít, hogy én Isten vagyok, és te ember. Nem számít, hogy én vagyok az alkotó, és te vagy az alkotás. Nem számít, hogy nem értesz engem, és én mindent értek belőled. Még akkor, amikor az anyamébe voltál, már mindent tudtam rólad. Ez mind nem számít. Tudod mit? A te szintedre megyek le. Megmutatom magamat neked. Mindent kockára teszek, érted, hogy megértsd már végre, hogy szeretlek. Az Istennek ez nem degradált. Nekünk igen. És így leszünk magunk istenei. És így leszünk házastársunk istenei. És utána nem értjük, hogy miért nincs kettőnk között intimitás. Egymást különnek tartsátok. És olyan szexuális életetek lesz, mint senki másnak. Fergeteges. Garantálom. Isten áldja meg ezeket a gondolatokat mindannyiunkba. Kinek ez szólt, kinek az szólt. De kívánom, hogy ha csak egy dolgot, valamit vigyünk el és kísérletezünk. Mert a szex egy házasság kapcsolatban a világ legkülönlegesebb, legcsodálatosabb ajándéka. Egy olyan ajándék, amit arra kaptunk, hogy élvezzük egymás szeretetét, közelségét, hogy ketten egyek lehessünk, ahol senki és semmi el nem választhat minket. Ez az Isten terve a mi házasságunk.